Jó, Jó. tehát akkor üdvözlök mindenkit így a szokásos csütörtöki 6 órási Zoomunkon. Akkor aki esetlegesen nem, gyorsan hárman ki is léptek, aki esetleg nem tudná, hogy miről van szó, annak, azoknak egy pár mondatba gyorsan összefoglalom, hogy ez egy vadonatújnak nevezhető orosz bináris MLM és Matrix rendszer ötvözete, ami igazság szerint, mivel csak a direktjeink után kapunk MLM-szerű pénzt, közvetlen jutalékot, direkt jutalékot, ezért, és azt is csak akkor, amikor elérnek egy bizonyos szintet, nyilván, ezért inkább nem is azt mondanám, hogy MLM, hanem ez egy Matrix rendszer. A Matrix rendszerekről annyit kell tudni, hogy a Matrix rendszerek általában lassulni szoktak, de tönkre menni soha, mert pontosan az a lényeg benne, hogy a pénznek a cég fenntartási költségén kívül gyakorlatilag a 95,5% a visszaosztásra kerül, sőt annál több is. Tehát gyakorlatilag nem, úgymond nem az a lényege, hogy a cég elszaladjon a pénzzel, hanem az, hogy mindenki hozzáférjen egyre több és több összeghez, ami a befektetésről szól. Igen, közben írjál már Feri Léces a Mónikának egy üzenetet, mert kérdezi tőlem, hogy már Zoom van. Jó. Tehát ezt kell tudni így nagy vonalakban erről a rendszerről. A nagyobb, kicsit szűkebb vonalakban pedig azt, hogy az oroszok felépítettek 2 darab olyan Matrixot, amit egymásba építettek, amit én most meg is fogok mindjárt mutatni, és úgy fogom megmutatni, hogy a Telegramban, ugye van egy ilyen Telegram csoportunk, hogyha valaki még nem tudná, vagy nem tudta volna, ezt most kiteszem teljes képernyőre, és ebbe a Telegram csoportba, ó, de jó, megjött a illi betegség nálam is, megvan, kikapcsoltam a kamerámat, ne lepődjetek meg. Ebbe a Telegram csoportba töltünk föl úgy nagyjából mindent. Hozzászólni nem lehet semmihez, mert tanultunk az előző Telegram csoport hibájából, hogy Messenger csoportnak használták a Facebookosok, úgyhogy itt csak a információkat osztjuk meg, általában a Zoom információkat. És akkor van egy ilyen prezentációs anyag, amihez mindenki hozzáfér, és akkor hogy látható legyen, hogy van ez a Matrix, ez a speed része, itt látszik jobban, és van egy energy része, ezt most nagyon gyorsan le fogom zavarni. A speed részébe beszállunk $15, majd pedig megvárjuk, hogy bejöjjön 2 ember, mi léptetjük be, vagy mi veszünk pozíciót magunknak, tehát nem várunk a sült galambra, mert anélkül is meg lehet csinálni, hogy valaki maga alá behozna egy embert, mert van rá egy pár példánk, hogy hol tart az a pozíció, de például mi, aki hoztunk be embert magunk alá, mondhatnék példákat, Jurik Gyuri, Mészáros Laci, Török Feri, Vonzai Li, ők már tartanak az Energy 2-nél, 3-nál, 4-nél. Aki nem hozott be embert, az meg szépen idáig elpötyögött már, vagy esetleg a Speed 3-nak a legtetejére, de az is csak azért, mert hozzá már nagyon nehezen érnek el azok a klónok, mert azért a rendszer előnyben részesíti azokat, akik dolgoznak, tehát ami, ahol látják a pörgést, oda jobban esnek be a klónok, mint egy olyan oldalágra, ahol igazság szerint senki nem törődik semmivel. Tehát így szépen esnek befele a klónok, és akkor a második Matrixnál beesik ide a harmadik klón, akkor egy harmadik emberke, akkor kapsz $15, és $15-ért kapsz egy új klónt. Na most ez félreérthető lehet, mindig a felső vonalad látja azt, hogy mi van a Matrixodon. Már kérdezték egy pára, hogy neki miért van úgy, hogy nem oda esik be az ember, hanem mellé. Hát azért, mert az a felső vonaladnak az nem mellé, hanem alatta. Mert ő látja magát a struktúrát, te nem látod a struktúrát fölfele, csak lefele. És ezért látod azt, hogy neked ide mellé esett be. Igen, csak az a felső vonaladnak az már a legalsó része, és azért esik be mellé, mert ő azért már kapott $15, ahogy így látható is lesz mindjárt, hogy beesik a második, kap 15-öt. Tehát amit te látsz, az ez a kicsi alsó rész, a felső vonalad viszont látja az egészet. Tehát neked mellette, neki alatta. Hogy ne legyen, remélem ez érthető volt. És akkor így szépen megyünk tovább, már kerültél a hármasba, itt kapsz $60, kapod a klónokat visszafele, ez gyakorlatilag egy öntöltő, önműködő rendszeré változik innestől kezdve, és így szépen jönnek a klónok, majd pedig átkerülsz egy energy klónnal az energy részbe. Az energy részbe ugyanez folyik végig, csak nem 2 mélységű, tehát nem 7-es matrixokról beszélünk, hanem 3-asokról, és egyre több pénzhez jutsz hozzá, ahol szintén kapod a klónokat.
Minden rendszernél megkapod a klónt, itt bejött egy új fogalom, a staking. A stakingnél még kérek mindenkit, aki még nem hallotta, meg nem tudja, meg nem szólt neki a szponzora. Csak azt tartsa bekapcsolva a staking gombot a settings menüben, amit mindjárt meg is mutatok, hogy hol lehet megnézni. Itt. De szeretem ezt az internetet. Na, van hangod? Most hallotok? Most már igen. Meddig volt hallható? Amikor rá akarták kapcsolódni a sajátomra? A reziduálra, igen. Én is akkor most hallom. Mert nekem az internetem a Vodafone csodálatos módszerére alapszik, és rettenet. Tehát belépek a sajátomba, és mutatom, hogy miről beszélek. Tehát, mert a staking az a hivatalos indulás napján, azaz május 1-én fog elindulni, addig gyűjti a stakinget neked. Abban az esetben, ha akarod. Nézd, mert nem tudom, hogy a szavat. Ja, mert nem jó e-mail címet írtam be? Buta gyereket. A saját e-mail címedet nem tudod. Igen. Remélem minden hallható volt és vettétek. Az én jelszám is 8 pont. Tessék? Az én jelszám is 8 pont. Nem értem. Az én jelszám is pont 8 pont. Még mindig nem értem, olyan messzire ülsz attól a géptől, Laci, hogy nem hallom, amit mondasz. 8 pont az ő jelszava is. Ja, 8 pont? Ja, értem. Jó, most már értem. Na tehát, itt a settingsnél van ez a staking pipa. Ha ez be van pipálva, már pedig be van alapból. Már pedig be van, akkor ezt vegyétek ki, de csak addig, amíg május 1-je nem lesz. Persze, aki akarja ki, aki ki akarja venni, kiveszi, aki nem, nem. És elmented. Mert ebben az esetben, amit stakingben megkapsz, azt nem fogja a cég gyűjteni neked egy számlán május 1-ig, és majd elindítja a stakinget, hanem jutalékban megakapod, tehát ráírja magára a walletedre, amit ugye ki tudsz magadnak utalni, vagy veszel belőle új pozíciót, vagy odaajándékozod, hogy éppen csinálsz el, amit akarsz. A staking május 1-je után is ad hoc jellegű, tehát szabadon választható program. Aki akarja, stakel, aki nem akar, nem stakel. Stékelni, mert jött egy kérdés, hogy lehet-e a megkeresett összeget is stékelni. Nem. Azt lehet stékelni, amit ő neked betesz a stakingbe. Jó. Gyurcsik Editnek válaszoltam szerintem. Jó, még Peti, ezt az e-mail verifikációt is még egyszer mondjuk. Jó, és az e-mail verifikáció pedig úgy néz ki, hogy itt van egy confirm e-mail, itt akkor piros az e-mailed, rányomsz a konfirmra, megkaptad az e-mailt, lekonfirmálod, és onnantól kezdve már verifikálva van az e-mailed. Jó? Tehát ez mindenki szabadon vállalhatja, hogy akar ezt stékelni, vagy nem akar. Én május 1-től mindenkinek javaslom a stéket, május 1-ig, viszont megmondom az őszintét, én jobban szeretem, hogyha az a pénz inkább nálam van, mert azt inkább akkor elajándékozom, és hozok még be embert a rendszerbe. Jó? Akkor gyorsan visszaugrok erre a csodára. Igen, itt van. Tehát ennyit a stakingről. Aztán a negyedik szinten bejön a következő sztori, amit úgy hívnak, hogy Global Matrix. A Global Matrix az azt jelenti, hogy ide úgy esnek be az emberkék, hogy érkezési sorrendben. Ami azt jelenti, hogyha visszamegyek a sajátomra, aki már elért az Energy-be, az Energy 50 alatt látja a Global Matrixot itt a klónok között. És ez különbözteti meg tőle mindegyik klont, hogy oda van írva, hogy GL, hogy globál. A globál, globál klón alatt csak globál klónok helyezkedhetnek el,
Ugye? És közben egy olyan fejlesztés is létrejött, amint látjátok, hogy meg van számozva, hogy hanyas számú klónja van ott az embernek. Aha. Tehát itt például 71-es klónom van. És ha rámegyek, akkor ott van írva mindenkinek, hogy hanyas számú klónja helyezkedik ott el. Vagy éppen hanyas. Nyilván, amikor fölül vagy, akkor azt nem írja oda ki, de amikor vissza fölmegyek, akkor látszik, hogy ez volt a 71-es. A globál matrix az azt ígérték, hogy a héten, én inkább azt mondom, jövő hét hétfő, mert mondjuk lehet, hogy nem úgy haladnak a programozók, bár eddig még napra pontosan, amit megígértek, teljesítették. Ide meg fog jelenni egy globál matrix nevű elnevezés itt az Energy mellé, és abban a pillanatban ez a globál matrixos klón át fog oda kerülni, és onnastól kezdve ott lehet majd nyomon követni. A globál matrix van, hogy mindenki érkezési sorrendbe esik be, ami azt jelenti, hogy abban a pillanatban, hogy eléred az Energy 4-et, ahol is itt kapod meg az első globál klónodat, onnastól kezdve neked már van globál klónod. A globál klón, ugye érkezési sorrend azt jelenti, hogy a világ bármely pontján, amikor esnek oda befele az emberkék, akkor sorba jönnek, tehát nem lesz struktúra követő a sztori. Jó? A globál matrixnál. Valamint, mert erről beszélgettünk egy kedves barátunkkal itt, aki benn van most a Zoomba, elég sokat. Valamint, abban az esetben, ha valaki, úgy mint itt Neo, megvásárol egy pozíciót, ami megelőzi az ő vonalát, tehát mondjuk Neónak a szponzora a Laci, és a Neo ebben megelőzte a Lacit, ez azt jelenti, hogy a Neo még ugyanúgy a Lacinak a struktúrájából kap klónt, ha a Laci utoléri, viszont mivel a Neo elé került, ezért ő a saját struktúrájából nem ad már a Lacinak klónt, addig, amíg a Laci vissza nem előzi valamikor. Tehát, ha valaki előzetesen már vesz valamit, akkor ne várja azt, hogy majd hozzá olyan klónok fognak beesni, ami az addig beesett, mert mivel, hogy leelőzte őket, ezért ő most megvált tőlük azon a szinten, abban a pozícióban, mert úgy gondolja, hogy ő képes lesz ezt megoldani vagy zsebből, vagy bízik abban, hogy akihez viszont bement, annak a struktúrája majd segít neki. Peti, megint eltűntél. Ára is, ami fölötte van, tehát az enyémre is számíthat, addig, a pillanatig, amíg mondjuk a Laci úgy nem dönt, hogy ő most visszaelőzi, és vagy Laci úgy dönt, hogy megelőz mindannyiunkat, és akkor utána már a Lacinak a struktúrája az lesz, és a fölött, akihez oda csatlakozott, annak a struktúra természetesen még oda esik. Tehát ebben az esetben, mi hogy a Gyuri a Neo, a Gyuri megelőzte ugye a Lacit, meg itt egy jó pár emberkét, aki fölötte volt, de mivel hogy az én struktúrámban benne maradt, mert én vagyok fölötte, ezért az én struktúrámból jövő klónokat ugyanúgy megkapja, tehát igazság szerint olyan nagy problémát nem csinált magának, mert ugyanúgy fogja kapni a klónokat. Csak közvetlenül, míg a Laciék még nem érték utol, ezért abból a struktúrából még nem tud klónt kapni, mert azok ők még nincsenek ott. És még egy dolgot szeretnék, az előbb mondtad, hogy ugye ott a mi ez, gombócok, karikák alatt vannak ezek a számok. Igen. Az nem a sorszáma, hanem az alatt, tehát klikkelj vissza, légy szíves valamelyikre. Pillanat, mindjárt belemegyek itt. Tehát gyakorlatilag a, és bocsánat, hogy kiegészítelek, de ami például ott a... Igen, ez 971. Az azt jelenti, hogy 971 pozíció van alatta. Tehát nem 971. klón vagy valami izé. Tehát az alatt, akkor jó, rendben, oké. Rendben. Az alatt 971-en vannak. Szuper, tehát ez alatt az klónom alatt 971 pozíció van. Mekkora jó, nem? Nem is gondoltam volna, bár mondjuk így, ezt így elnézve igen. De ez még semmi, tehát én itt most lepörgetem, mert hogy nekem ennyi klónom van, ugye, mert elvileg nekem kéne legyen a legtöbb itt ebbe a csapatba. De most gondoljatok abba bele, amikor a Fehér Péternek nézem meg a klónjait. Tehát 25 másodpercig görget így lefele, érted? És nem érünk a végére.
De borzasztó mennyi klónja van már, de hát ő mondjuk jóval előrébb is jár, már a 7-esben van bent a Energy 7-ben. De nem 971 klónod van, hanem összes... Nem, 971 pozíció van alatta, kitöltve. Okay. Vagy nem kitöltve, éppen ahogy. Jó, menjünk ide gyorsan vissza, bejött a Global Matrix, és utána szépen pörög tovább, és minden egyes helynél egyre több stakinget, egyre több klónt, egyre magasabb szintű klónokat, valamint egyre több pénzt kapunk vissza, lehet így szépen látni. Azért szaladok rajta csak így végig, hogy utána tudjak mutatni olyat is, amit még esetleg nem tudhattok. Még annyit hozzátennék, ezt ugye mindenki meg tudja magának nézni bármikor, majd Laci belépteted az emberkédet a csoportba, és akkor szépen meg tudják nézni. Nyilván a videón is meg van mutatva, ahol el is van magyarázva, és azért itt azért ezek már egy szép pénzek, tehát itt amikor már ennyi klónt kapsz, meg ennyi pénzt veszel ki belőle, azok már szép történetek, főleg itt, na, gyere lejjebb. Ez meg egy gyönyörű kategóriába tartozik, amikor kapsz 34 klónt, meg 100 ezer dollárt, azért az már elég szép. Főleg, hogyha még március 1-e, vagy május 1-e előtt eléred, akkor az egyik 5000 stakinget ott hagyod, a másikat kifizetteted, és akkor tök jó vagy. És akkor legyen 100 ezer dollár kereken, mert miért ne? Szeretném, Feri, hogyha idáig elérnétek minél hamarabb, mert ez a referál bónusz nagyon szimpatikus számomra. Igyekszünk. Na, tehát akkor körülbelül egy ennyit erről a bemutatóról, és akkor most beszélgessünk egy kicsit a technikai részéről a történetnek. Tehát itt van a valet, itt látjátok, nekem most jelen pillanatban 20 RST-m van. Én most kiutaltam 200-at, nekem még nem érkezett meg, viszont van a csapatban olyan ember, aki kiutalt és megérkezett, és nem is kevés, például Laci. A Lacinak a csoportjában is vannak egy jó páran, akik kiutaltak, 2 napon belül legkésőbb megérkezett, de volt, aki reggel utalta ki, és mivel hogy akkor ült le valaki pont a számítógép elé, és ő még beleesett ebbe a kiutalási körbe, ezért ő pont akkor meg is kapta még azon a napon a kiutalt összeget. Felső szponzorok ilyen 1000-1500 dollárokat küldtek ki, ők is megkapták, a kisebb pénzek is megérkeztek, de Laci erről szívesen elmondja a tapasztalatát. Én most várom, hogy kiérkezzem, én eddig az összeset visszaforgattam, azért, hogy minél több pozíciót tudjak nektek adni, mert egyet nem szabad ebben a rendszerben elfelejteni. Csapatként tudunk együttműködni úgy, hogy haladjunk. Tehát, hogyha valaki lefele nem dolgozik be, akkor ne várja azt, hogy ő neki majd a szájába fog a sült galamb berepülni. Ezt azért mondom, mert hogyha te alulról betámadod a Matrixot, és elkezdesz bele 15-ösöket venni, majd mindjárt megmutatom a technikát, hogy hogy, meg azt is megmutatom, hogy hol érdemes pozíciót vásárolni, abban az esetben úgy tudsz előre haladni, hogy lehet, hogy te éppen nem magadnak segítesz abban a szent pillanatban, viszont olyan szinten megmozdítja a Matrixot, hogy téged egy följebbi, vagy akár lehet, hogy már egy energy szintre betol, vagy egy energybe, egy olyan helyre tesz be, ahol akár 400, akár 1000, akár 2000 dollárt is kiutal neked a rendszer. Tehát ne sajnáljátok azt a 15 dollárt, én nem akarok hülyeséget mondani, tehát itt látni fogjátok, hogy elkezdem itt lefele pörgetni, hogy ezek, amiket én itt amit én megkaptam, és elküldözgettem, ezek a 15-ök, ezek mind azok a 15-ök, amiből én vettem a rendszerbe, meg 45, meg átküldtem, meg 15, meg 15. Tehát én ezt mind visszaforgattam a rendszerbe, ezeket. És ugye már két oldalon van, tehát ez még semmi, mert ez még a március 10-e előtti állapot, és akkor itt van a másik oldal is, a 15-ök. Ezt én mind visszavettem, a 60-at visszavettem a rendszerbe. Tehát nem sajnáltam, és nem vártam azt, hogy na majd most már 30-an van, holnap talán lesz 45. Nem, akkor lesz 45, meg 60, meg 90, ha megcsinálod a technikáját ennek a rendszernek, hogyha tudsz embert hozni, viszont valaki nem tud úgy dolgozni benne, mert nem mer megszólítani valakit, vagy nem tud megszólítani valakit, vagy nem akar megszólítani valakit, mert ez a három lehetőség van, ugye? Mert nagyon több nincs, esetleg még nem tud beszélni, de azt kétlem, de akkor meg tud írni. Tehát ebben az esetben a technikája a következő. Minden olyan pozíciót, most belemegyek ide a 15-be, és azért szándékosan a 15-be megyek, mert a 15-ösből az egész Matrixot tudod mozgatni. Míg a föntebbi pozíciókból viszont csak azt a részt, ami ahonnan már tudod mozgatni, tehát ahova elért. És azt mondom, hogy new clone. Ide nem vásárolok magam, nem azért, mert magam alatt van, hanem azért nem vásárolok be, mert baloldalra akarja tenni. Tehát ha baloldalra tenné ezt a klónt, akkor én nem veszem meg. Ha jobb oldalra teszi, akkor megveszem.
Azért, mert akkor 15 dollárból egy emberkét, aki itt van, és ez most lehet akárki, tök mindegy, hogy kiről beszélünk. Itt most véletlenül pont az én klónom van itt. De ha másé lenne, teljesen mindegy, megveszem, és mindegy, hogy kicsoda az a rendszerbe. Mert ő akkor bekerül majd a Matrixba, és lehet, hogy a 30-asnál, és most figyeljetek, lehet, hogy a 30-asnál, mindjárt mutatom, na, töltsd már be, lehet, hogy a 30-asnál pont ide kerül, ahol az Elekkati 69 van. És ha ő ide kerül, akkor aki itt van fölül, azt megint egyel tovább küldi, és bekerül a 60-asba. És lehet, hogy a 60-asba meg pont oda fog kerülni, nem biztos, de pont ide fog kerülni, ahol megint ő van ott. És így szépen tolja fölfele ezeket az embereket, ami lehet, hogy neked a 400-asnál meg azt fogja jelenteni, hogy pont beesik mondjuk a Mészáros Laci neked az Energybe, a 4-es szinten ide, ahol a Neo van, és te ezért fogsz kapni 150 dollárt, meg egy globál klónt, meg a referálot kap 100 dollárt. És akkor 15 dollárt ráköltöttél, és kerestél 150-et. Ez nem biztos. Tehát félét is ne essék. Ez olyan, hogy lehet. De hogyha nem próbálod meg, akkor nem fogod tudni. Köszi, Gyuri! Nagyon szívesen. Tehát, hogyha nem próbáljátok meg, akkor nem fogjátok tudni. És hogyha nem tudod, hogy mi történik, akkor nem is tudsz előrébb lépni, meg nem is tudsz előrébb jutni. Érted? És akkor pont oda esik be. De hogyha mondjuk vegyük csak a gyalogkapukot, itt van a Réka Huba, ő is pont beesett ide, és ő úgy esett be, hogy megtoltuk egy kicsikét. Akkor példa, vagy lehet, hogy ő pont bevásárolta magát. De mondok egy egyszerű példát. A minap megcsináltunk egy olyat, hogy az Energybe megvettük a, nem is a Speed 60-ba, megvettük a Arminnak, itt van Parpet. Parpet azóta már fölkerült, magától is. De Parpetnak megvettünk itt egy pozíciót, az Energybe. Ugye, Feri, jól emlékszem? 60 ér, igen. 60 ér ezt a pozíciót megvettük. Parpet ezzel a pozíciót. Ő volt fölül is, és megvettük neki ezt a pozíciót. Abba a pillanatban az Energybe Parpet, mindjárt mutatjuk, hogy hova került. Hát nem ide. Ide, nem ide. Ide. Nem ide, még egyen följebb. Bekerült ide Parpet, középre. Középre bekerült. Ferinek ezt a pozíciót kellett megvenni a Game 1-be, és ez a pozíció a Game 3-ig vitte el. Mert az Energy 2-be az ő pozíciója pont oda került be, itt is, és ő volt fölül. Nézzétek csak, nem pont itt, de ő pont elvitte az Energy 3-ba, és a Feri már az Energy 3-ba van. Tehát egy darab 60-as, meg még egy 60-as, tehát 120-szal meg tudtunk venni gyakorlatilag 320-420 dollárnyi pozíciót. De még azt is mondtál, hogy ugye a másodiknál még vissza is kapta az 50-et. Ja, és a másodiknál még az 50-et vissza is kapta a Parpet, mert saját maga alá került be első pozícióba. Tehát gyakorlatilag olyan jól sikerült ez a vásárlás, hogy igazság szerint nem is 120-at költöttünk rá, csak 50-et. 70-et. 70-et, bocsánat, igen, mert 50 jött vissza. Viszont, tehát a Speednél van így, az Energynél pedig a kedves felső vonalunk, a Péter azt mondta, hogy akkor érdemes vásárolni, ha a New Clone azt mondja, hogy ide tudsz venni. Harmadik pozíciót. Mert a harmadik pozíciót veszel, viszont ezt csak akkor szabad megvenni, amikor te vagy fölül. Tehát például itt van az Anna, az Annának van 60, és ő azt mondja magának, hogy New Clone, és neki ide pipálódik ki, és nem áll úgy senki lejjebb, hogy meg tudnánk ezt játszani, hogy szépen végig tudnák követni a rendszert, az Annának azért kell azért érdemes ezt megvenni, mert hogyha az Energy 100-ba vesz, az 100-ba kerül. Itt viszont 50-ért megveszi magának a pozíciót. És ezáltal gyakorlatilag ő saját magát átküldi a 100-asba. Ide. Ide bekerül abba a pillanatba. Tehát itt akkor érdemes klónt vásárolni, amikor itt az utolsó pozíciót tudod megvenni. Mert fele áron tudod megvenni a következő szintnek a pozícióját, de csak akkor, ha te vagy fölül. Ha te magadat látod fölül, akkor megveszed az utolsó pozíciót. Tehát például itt, ha én most nem utaltam volna ki a pénzt, én itt magamat látom fölül, tehát illő lenne megvegyem ezt az utolsó pozíciót. Most megvárom, amíg kijön ez a csodálatos 200, hogy utána visszaküldjek magamnak 400-at azért, hogy megvegyem a pozíciót. És akkor át fogok kerülni az ötösbe.
Ezt valószínűleg holnap fog megtörténni, ugye, mert tegnap kértem ki a pénzt, valószínűleg holnap fog megérkezni, és akkor szépen holnap után már az ötösben vagyok. Ha csak addig valaki véletlenül, ugye Feriék, vagy valaki a vonalról, Laci, bárki, aki jön fölfele, mint a gőzgép, be nem esik utolsó pozícióra. De ugye nem várunk arra. Mert akkor fogunk előrébb jutni. Mert ha ezt én itt 400-ért megveszem, hogy értsétek, átkelök az ötösbe, és az ötösnél ugye látható, kapok 400-at, ha az első ember beesik, és még kapok 200-at a stakingnél, meg ki van nekem kapcsolva a staking, ami azt jelenti, hogy 600 dollárom jön vissza, amint az első ember beesik, 400-at költöttem rá az előző körbe, plusz kapok még egy globál klont, meg kapok egy klont az 50-be, az 50-be meg még egyet kapok a kettesbe is, tehát az Energy 100-ba is. És ez megint eredményezhet nekem még akár 100 dollárt is, ha jó helyre esnek a klónjaim. Vagy valakit előrébb lökök, amivel pont beesik majd ide valaki a Game 5-be, amivel nekem ki van ez fizetve. Vagy beesik ide pont mellé a Game 5-be, és akkor kapok még egy halom klónt. Mert akkor kapok a 3-asba, a 2-esbe, meg a 2-t kapok az 1-esbe. És még kapok egy globál klónt is. Tehát ez is könnyen előfordulhat. Tehát ez egy matematikai, logikai játék, és végig kell logikázni az egész rendszert ahhoz, hogy lásd. Tehát először is én azt tudom mindenkinek javasolni, és mindenki eldönti, hogy mit akar csinálni. Mert mindenki azt csinál saját pénzével, amit akar, senkinek a szabad akaratába belenyúlni nem szabad. Ez egy javaslat, nézd meg a 15-öst, és ha úgy érzed, hogy már egy ideje, mondjuk ideje, hát egy hete működik a rendszer. A igazság szerint, aki általában türelmetlen, az nem én szoktam lenni, a bajszos, helyes fiatalember itt szemüvegbe, hogy egy hete megy a rendszer, és ő még nincs a Game 4-be. Na hát, na bum, 7 lépcsőt ment föl egy hét alatt, de türelmetlen, hogy miért nincs még a Game 4-be. Már benne leszel holnap. Na hát, valamikor bekerülsz. És akkor a nyúklont, hogyha ide tudod venni, a jobb oldalra, és van egy kis 15-öd vagy valamid, és pont nem akarsz behozni embert, mert nem akarsz senkivel veszkődni, hogy elmagyarázd neki meg. Meg nincs is rá, ha most éppen hangulattalan vagy hozzá, akkor vedd meg magadnak, mert 15 dollár az nem a világ, és nézd meg, hogy mi fog történni. Mert lehet, hogy meg fogsz lepődni, hogy amikor megvetted, akkor egyből kérj, hogy 60 dollárod van, mert pont annyival lőtt előrébb, és a 15-öt lecserélted 60 dollárra. Könnyen előfordulhat. Lehet, hogy pont a Mészáros Lacinak adsz 60 dollárt, vagy a Törökferinek, vagy nekem. Nem biztos, hogy magadnak. Viszont megmozdítod úgy a Matrixot, hogy a következő belépő viszont meg téged fog előrébb tolni. Ezen gondolkodjatok el, ha valaki nem tud sok embert behozni. Nekem van 8-10 direktem, a Lacinak van 20 pár direktje, Ferinek van 2 direktje, de a két direktjének van 24 direktje. Tehát hogyha valaki nem tud direkteket behozni, akkor ezen kell elgondolkodni, hogy tudod magad előrébb juttatni. Nyilván van, akinek a pénztárca megengedés fölvásárolja magát, ameddig csak tudja, mert ő úgy akarja, hogy ő ott legyen, és ki akarja aknázni minél hamarabb ezt a lehetőséget. Van, aki viszont az aljától szépen fölépíti magát, és akkor az esetben viszont, akkor viszont legyél türelmes, ha nem vagy türelmes, akkor vagy hozol embert, ha nem tudsz embert hozni, mert nincs hozzá hangotod, hív meg ide, hogy mindenki meg szokta hívni, hogy akkor megpróbálunk vele valamit kezdeni itt, hogy elmagyarázzuk neki, hogy van, legalábbis egy ilyen támpontot adunk, hogy mi történik. És hogyha az sem működik, akkor megvedd meg magadnak a pozíciót, és várd meg, hogy hova fogsz előrébb jutni. Mert ahogy megvetted magadnak a pozíciót, és a struktúrába elindul fölfele a klónod, onnastól van rá esélyed, hogy kapsz föntről klónt. Amíg nem indult el a struktúrába, és nem találkozott még mással a struktúrájába, addig nem biztos, hogy klónt fogsz kapni. Mert addig nem érzékelő a rendszer, hogy te létezel. Legalábbis hosszabb idő, amit igénybe vesz. Kérdés. Valakinek van-e? Csönd és hullaszag. Nekem van egy. Ja, mondjad. Nekem pont itt belementem, már bezártam, de a 15-ösbe, és azt láttam, hogy vagyok én, ugye nekem 3 pozícióm van, és alatta van egy írás, én vagyok, az én klónom, meg az egyik munkatársam, és jobbra van egy 15-ös pozíció szabadon. És akkor mondtad, hogy azt érdemes megvenni. Igen, a new klón, pay, és megveszed. Azt érdemes megvenni, mert akkor, aki fölül van, azt előre fogja lökni, és lehet, hogy pont elindít egy olyat, hogy lehet, hogy aki elől van, annak fog kedvezni, lehet, hogy neked fog kedvezni, Csabi, lehet, hogy anyukádnak fog kedvezni, lehet, hogy a rendszerben, akik itt vagyunk, ebbe a csoportba 100 páron vagyunk benne,
130-40-en, valakinek kedvezni fog. Lehet, hogy egyszerre több embernek is kedvezni fog, mert az egyiknek kedvez a Game 2-be a speedbe, a másiknak a Game 3-ba, a harmadiknak a Game 4-be, és lehet, hogy az Energy-be is átviszi a hullámot. Uh-huh. Jó, oké. Tehát azért, mert akkor tudunk előre menni, mert mi se szoktuk megnézni, hogy ki alá vesszük meg, hanem megvesszük. Én vettem, élő egyenes adásban láttátok, vettem a DJ Lacika alá, nem is egyszer. Vettem a Kryptonit alá, ő Fazekas Feri alá is vettem, vettem Feri alá, vettem a Ili alá, vettem a, itt a hölgy, aki itt van alattam, ő alá, aki itt van, ő Zsuzsa. De alám is vehetnél. Mónika alád is vettem már nem egyet. Köszönöm. És alám? Tehát én mindig, amikor van egy kis pluszom, én nem szoktam belőle kivenni, ez volt az első 200 dollár, amit kiutaltam, én visszaszoktam forgatni. Lazsú 62, ő Zsuzsa, nem tudom milyen Zsuzsának hívják, mindjárt megnézem. Ladányi Zsuzsa, ő alá is vettem már pozíciót, hogy ő volt fölül, és itt megvettem a jobb oldalit, és ment előrébb. Tehát nem nézem, hogy ki az, mert a struktúrát nézem magába, hogy ha megy előre a vonat, és fogy benne a kraft, akkor szálljunk ki, azt toljuk meg. És én megtolom. Azt, aki megtolja, az megtolja, aki meg nem, az vár. Nyilván lesznek olyanok, akik mondjuk általában ez ilyen, nálam ez ilyen 50%-os arány szokott lenni, hogy az 50%-a azt mondja, hogy oké, akkor toljuk meg abba a 15-tel, de ha jól belegondoltok, ha most vagyunk 133-an, és ha, vagy nem tudom hányan vagyunk pontosan a csoportban, és még nem is... Észszerűbb tolni. Tessék? Én azt mondom, hogy észszerűbb tolni, tehát most mire megyünk ilyen 15 RST-kkel, a klónjaink meg úgy is termelnek, és ha egymást is segítjük, akkor azzal magunkat is segítjük szerintem. Tehát... Így van, pontosan, és hogyha oda föltoljuk a francba, akkor most itt feláldozol 15, meg 30, meg 50, meg 60 RST-t, viszont az lehet, hogy eredményez neked 300-at, meg 500-at, meg 1000-et, meg 2000-et. Mi most párommal úgy vagyunk vele, hogy azért ilyen 2-300 RST-ig biztos, hogy toljuk fölfele, tehát ott még nincs értelme kivenni. Tehát, így van, hát egy hete megy a rendszer. Ha tudja bevállalni, akkor szerintem az hát nem egy olyan nagy összeg. Tehát 70-80 ezerről beszélünk, ami már feltól minket is, meg mást is addig, hogy ott már ilyen 1000 dolláros kivétnél már azért már azt mondja az ember, na itt már kivettem a többszörösét annak, amit itt betologattam, meg feltologattam. Hát tehát tényleg mi körülbelül 130 RST-t raktunk be párommal, és már a bónuszok, amik visszajöttek, az másik ilyen 100 körül volt. Ezeket visszaosztottuk fiókokra, és ugye hát anyósoméknak is csináltunk egy fiókot, meg tehát anyósomnak, meg apósomnak is, és a 4 fiókra osztottuk el így nekik is, meg magunknak is ezeket a, tehát ezt a közel 200 RST-t körülbelül. És valójában én fent vagyok a 4. szinten, úgyhogy már közvetlenül az Energy-be 60-ért meg tudnám venni, amit mondtál, tehát nem kellene 120-at beraknom, csak a 60-at oda, és akkor ott már megint visszajönne a pénz. Tehát igazából tehát ez még mondhatni, hogy olyan apró pénz, ami be van rakva, és már az Energy-nél vagyok fent, és nem is hoztam, mit tudom én, 10 embert, meg 20 embert, meg ilyenek, mert azért nem vagyunk olyan sokan, akik meg befizettek, azok meg még kevesebben. Szóval szerintem jól megy ez a rendszer így felfelé, és tényleg, tehát nincs benne egy nagy pénzünk, de azért úgy látszik, hogy működik. Szóval, hogy toljuk egymást felfele, azzal valójában a teljes csapatot toljuk felfele, és észre se veszik, hogy valójában honnan jön vissza nekünk ezek a bónuszok, mert az ő klónjaik ugyanúgy visszaíródnak hozzánk. Tehát amikor én valakinek a rendszerét megtorom egy klónnal, és ő vesz egy klont, az meg nálam fog egy üres pozícióra bejönni, tehát ő is tol rajtam ugyanúgy egyet. Tehát a rendszer ez visszahozza, én úgy látom. Köszönjük, András. Van itt két kérdés. Tehát a Jenei Évától jött egy kérdés, hogy sziasztok, kérdés merült fel, mi a cég neve, ki a tulajdonos, és hova van bejegyezve. Következőt tudom erről nektek mondani. Május 1-ével publikussá lesz minden téve, de Laci, itt vagy még, Mészáros Laci? Itt vagyok. A Mészáros Laciéknál valaki utána nézett a csoportba, mert oda lett beírva sok minden, hogy mi a cég, és ki van mögötte, és hogy ki készítette el a rendszert. Ugye a társalgóba beírta a Vera,
Vera Aloha. Ott jelent meg nálatok, meg a Pisti is átküldte nekem, a Halász Pisti, a cégről egy rövid leírást. Te erről tudsz, ugye, Laci? Mert te vagy a csoportnak az adminja. Igen? A még egyszer, mit tudod? Tehát, hogy a cégről, tehát a Jenei Éva kérdezte, hogy a cégről mit lehet tudni. Ti, hogy ezt ti, nálatok valaki ezt kinyomozta, és hogy egy elég nagy orosz cégről beszélünk, amiből egy a vezető pénzügyes csapat csinálta meg ezt magát, ezt a Matrixot. Még a nevüket is, azt hiszem, hogy még azt is kinyomoztátok, tehát mindenkiről mindent tudtok, aki ezt az egészet megcsinálta. Úgyhogy a csoporton belül a Mészáros Lacitól lehet erről információt kapni, mert ők nem bírtak magukkal, és ő informatikusok, és ők kinyomoztak mindent. Szó szerint értsétek, jó? Akkor a John Wick ugyanezt kérdezte. Nyomoztuk, utána jártunk, kapcsolatban is vagyunk velük, kifizetésletesztőtők minden működik. Tehát a Laciék hivatalos kapcsolatban vannak már az orosz csoporttal, mert hogy én megadtam, átadtam őket közvetlenül nekik, mert tudunk kooperálni egy bizonyos fejlesztésben, és a Laciék ebbe partnerek lesznek az oroszokkal, úgyhogy gyakorlatilag ők napi kapcsolatban is vannak most már. Lehet egy kérdésem még így SOS-be gyorsan? Persze. Hogy említetted, hogy kiutaltál, tehát már az is működik benne? Én most utaltattam ki, és működik a kiutalás, a Laciéktól nagyon sokan utaltak ki, meg is érkezett. Nagyon jó, kettő nagyon napon jó, belül, mert tényleg tőlem ezt kérdezték többen is. Igen, annyi, hogy ha kiutaltok, és kiírja a dátumot, az a dátum megváltozik a mai napra, hogy két nap a később előrétok, akkor ne ijedjetek meg, az azt jelenti, hogy ott dolgozzák fel. Nem az, hogy igen, most igen. Három napot. Igen, tehát itt is akkor megvan ez a 72 órás kiutalási idő. Nem feltétlenül. Van, akinek azonnal kijött, van, akinek meg a 72 óra. Éppen ahogy leül valaki a gép elé feldolgozni, igen, az igen, igen. Kiutalás. Igen, hát ez egy beváltozás, ugye egy ilyen nemzetközi tranzakciónál. Én 22 óra 30 kutaltam ki, és másnap 14 óra 15, kicsit 14 óra után meg volt a Binance-kontomon. Nagyon szépen köszönöm az infót. Szívesen, tehát működik rajta minden jelen pillanatban, és folyamatosan fejlesztik, amikor van egy kicsi leállás, vagy nem tudsz belépni, vagy nem tudsz valamit megoldani, mert volt ilyen, hogy a payingom nem működött, meg ilyenek, előfordul, mert éppen akkor fejlesztenek rajta valamit a rendszeren. Persze, persze. Hát igen, hát most még igazából még ez még az éles tesztelés verzió szinte. Igen, visszatérve oda, hogy akinél olyan van, hogy 15 RST, és hogy tudja tolni a rendszert. Gondoljatok bele, hogy ha csak, most megnéztem, 135-en vagyunk a csoportban, ennek a fele 62, 67, bocsánat, már számolni se tudok, 67 a fele. Ha 67 ember megvesz egy 15-öst, az 67 pozíciót jelent. Egy Matrix, 2, 3-as, 7-es, 7-es, 3-as, 3-as, 3-as. Gondoljatok bele, hogy mennyit mozdít meg 67 megvett pozíció egy rendszeren. Az olyan, mintha behoztál volna harmadannyi embert, tehát mintha 25 embert betettél volna a rendszerbe. Mennyit tud mozdítani egy struktúrán 67 megvett pozíció? Feri, de azért ehhez még hozzátartozik az, hogy a 15-ös szinten ő neki akkor csinál egy üres fiókot, amin ugye a tetején úgy szintén a saját pozíciója jelenik meg, tehát valójában a 15 RST-ért két klont vesz magának. Így van. Tehát azért az nem mindegy, mert akkor mondhatni, hogy hát 7,5 RST-ért vett úgymond egy klont, amivel másnak is segített. Így van, és ez nagyon fontos, mert ha ezeket figyelitek, és rájöttök ennek a lényegére, ennek a sztorinak, akkor brutálisan tudunk előre haladni, és olyan szintű fejlődésen tudunk végbe menni, hogy holnap után, nem tudom, felteszek egy egyszerű kérdést, Bíró Tamás. Tomi, itt vagy? Elvileg itt kell legyen. Láttam a nevét. Itt van középen nekem. Én nekem meg itt alul. Akkor mást kérdezek. Neumayer Dávid. Mert őt ismerem. Igen, mondjad. Dávid, te most jelen pillanatban a 30-asba vagy bent, ugye? Így van, és jött talán két klón, hogy kaptam 30 RST-t.
Igen. Most gondoljatok abba bele, hogy a Dávid mondjuk a 30 RST-ből tud venni kettőt, mert a 15 RST-nél ő neki a jobb oldalra teszi be a történetet. És ha mindenki vesz klón, mert az aljára veszed, az üres pozíciókba fognak kerülni a klónok, a te struktúrádnak az üres pozíciójába, az generál egy halom klón, és például lehet, hogy a Dávidot két héten belül föltolja az Energy 4-be. De aki a Dávid előtt van, őket meg az Energy 6-ba, meg a 7-be. Igen, igen. Péter mondott, hogy jó. Hogy másiknak miért, ez az, amit az embereknek meg kell tanulni. Segíts magadon, de máson is segíts, mert akkor segítesz magadon, mert ez a Matrix rendszer erről szól. Ha nem segítesz, igen, ez pont erről szól az, hogy önsegélyező a rendszer, tehát oda-vissza segíti, úgymond a befektetett pénzünkkel, meg energiánkkal, úgymond saját magunkat is, meg másokat is. Tehát, most ki is találtam, hogy berakok családtagokat oda, és bevásárolok mindegyiknek pozíciót, utána meg az úgy is visszajön, meg nekik is visszajön. Persze, ez pontosan így működik. Tehát, hogyha segítesz máson, magadon is fogsz. Ha nem akarsz máson segíteni, akkor magadon se fogsz tudni. Mindig is szoktam segíteni embereknek, úgyhogy ez nem újdonság. De nem neked szól, Dávid. Persze, tudom, csak mondom. Egyébként halkan mondom, jobb, hogy a családtagot tesztek be klónvásárlás helyett, mert akkor a direkt jutalékot is megkapjátok magatok. Így van. Ez még egy nagyon jó dolog, mert mondták a Gyuláék, az Olcsvári Gyuláék, hogy május 15-től viszont lesz KYC, addig, amíg nem lesz meg a saját, nem lesz ráállítva a saját blokkláncukra, a decentralizált blokkláncra, addig lesz KYC, és ha KYC-t nem is vezetik még be azonnal május 15-től, de a két lépcsős azonosítást be fogják rakni a rendszerbe. És a két lépcsős azonosítás a belépésnél, és a pénz mozgásnál fogja kérni a rendszer. Tehát a kiutalásnál is kéri majd a két lépcsős azonosítást azért, hogy nehogy valaki rátévedjen, meg meghekkelje a számítógépedet, meg rátévedjen, és lelopja a pénzedet, mert tudja a jelszavadat. Hát ez így biztonságos. Mert ha jól belegondolsz, csak belelépek, rámegyek a kiutalásra, és már ki is lőttem a pénzed, ahol akarom, és azt az életben nem kapod vissza. Tehát ezt a két valakinek, és hogyha valakinek van, ugye mert én az előző videóval azt hallottam, hogy van, aki több e-mail címmel regisztrál be, ugye május után, akkor mi történik azokkal a... Semmi gond nem lesz, mert a KYC-t, ha nem készíted el, akkor arról a pozícióról nem fogsz tudni kiutalást eszközölni. Viszont azt nem írja elő a rendszer, hogy transferálni nem tudsz. Uh-huh. Tehát akkor működik ugyanúgy, csak nem tudok onnan kivenni pénzt, hanem a főfiókomból veszem ki a pénzt. Pontosan jól látod, így van. Uh-huh. És hogyha megcsinálod a magad alá saját magadat, meg saját magadnak a junior klónját, meg az oldest klónját, vagy éppen amit akarsz, annak nevezed magad, aminek akarod, akkor saját magad által generált új pozíció után is kapod majd a direkt jutalékot, tehát a referál bónusz, amikor eléri azt a szintet, hogy már referál bónuszra jogosult. Tehát tulajdonképpen minden adatom maradhat a regisztrációnál, a telefonszámom, csak az e-mail címem változzon, és akkor tulajdonképpen minden működik. Ugyan, van, a nevem is maradhat, meg minden maradhat. Csak igen, mert az e-mail címet köteles vagy verifikálni, és hogyha már egyszer verifikálta a rendszer, azt már nem tud újra. Jó, tehát hogyha csinálok magamnak 3 e-mail címet, ami van, akkor azzal nyugodtan csinálhatok magamnak pozíciókat. Így van. Köszönöm szépen. Kérlek. Én gyorsan átszámoltam, a direkt után csak a szponzor jutalék egy ember után, aki egyszer végigmegy az egész Matrixon, 15 ezer euró. Úgyhogy megéri embereket hozni, direkteket. Egy kérdés, hogyha valaki így csinál magának fiókot másik e-mail címmel, akkor ott érdemes másik böngészőt használni, ahogy ezt... Nem, mondták, hogy érdemes, hanem kénytelen vagy. Kénytelen. Aha, jó. Mivel hát, nem engedélyezi a rendszer ugyanabból az e-mailből, mert nem üríti ki az előzményeket. Igen, magába igen. A szoftverben nem üríti ki az előzményeket. Nem a böngészőt nem üríti ki, hanem maga a szoftvernek a loginja nem üríti az előzményt, ezért tudja, hogy te milyen böngészőt használtál, és már ugyanabban nem enged még egy regisztrációt. Mondjuk, mondom, erre való a privát ablak a böngészőbe. Mondjuk én ezt nem azért kérdezem, mert hogy magamnak szeretnék ilyet, mert nekünk bőven elég ez a 4 fiók, úgymond, tehát még sok is. Mert ugye anyósomékéjük idősek, 80-akárhány évesek, tehát az övékét is mi csináljuk. Hanem van olyan ismerősöm, ugye, aki
aki szeretne regisztrálni, de nem tudja még most megoldani, mert nincs így számlája se, ahonnan beutaljon, meg annyira nem is ért hozzá, és akkor így mondta, hogy hát na, tudom, akkor csináljam már meg a fiókjukat, de akkor legalább így tudom, hogy egy másik böngészőről kell majd neki. Persze, van egy pár fajta böngésző, 5, 6, 7, 8 fajta, úgyhogy van választék. Meg a telefon is jó. Kérdés. Mondjad, Feri. Meg hogy telefonról is lehet regisztrálni. Igen, meg telefonról is. Ha van egy 6 telefonod, kiteszed az végül az összeset. Annyira azért nem akarok másnak segíteni, hogy még telefont is vegyek hozzá. Tehát... Kérdés? Itt volt egy kérdés, hogy mit csináljon, aki nincs benne a csoportban? Mit csináljon, aki nincs benne a csoportban, az kérje meg a szponzorát, hogy tegye bele. Ha nem tudja, meg kéne a szponzorát, mert mondjuk úgy lépett be, hogy a csodálatos YouTube-on keresztül, vagy valahol, amit ugye kitettünk. A csodálatos megtekintésünk van egyébként a YouTube irodában. Mennyi van, Feri? 2000? Már 3500. Na, tehát egy hét alatt 3500. Ferinek még sose fizetett a YouTube, most majd fog. Akinek így van, az akkor írjon egy üzenetet. Feri, légy szíves, ide add már meg a telegramos elérhetőségedet, mert te is admin vagy, hogy akkor betesszük a csoportba, aki már benne van magába a rendszerbe. Ezért néztem meg, 3607-nél járunk. Megtekintésbe. Az orosz pénzügyi rendszert blokkolja a nyugat. Ez hol pénzügyi rendszer? Tehát ez a szép a történetben, hogy pénzügyi rendszernek hívjuk azt, ami bankon átmenő fiat pénzekkel történő dolgokat jelent. A kriptó az nem pénzügyi rendszer, tehát egyik bank sem fogadja el pénzügyi rendszernek, innestől kezdve azért szabad átjárhatóságú. Ez az egyik történet, ez egyik lényege. Tehát pénzmozgást el akarják kerülni, de a kriptó az nem pénzmozgás, az kriptó. Az valójában egy üzleti rendszer. Igen. John Wick. John Wick, te ki vagy egyébként? Mert John Wick az tök jó, de őt láttam tévében, filmen, és... Igen, ezt kértem az elején, hogy mindenki saját nevével lehet legyen itt a csoportban, vagy illetve... Kucsera Gyuri. Jó. Figyelj, igazság szerint, Gyuri, tehát pénzügyi rendszer, pont ez a szép az egészben, hogy a kriptot azért nem fogadja el maga a pénzügyi rendszer, tehát akkor fogalmazzunk így, mert nem látják, hogy mi történik, mert nincsen, úgymond nincsen rajta egy ellenőrző testület, egy ellenőrző felügyelet, egy felügyeleti csoport, aki ezt ellenőrizni tudja. Vajon miért nincs? Én meg pénzügyszakos, közgazdász doktor vagyok, és 11 éve kriptózok, tehát hidd el, hogy nem azért beszélek így, mert nem tudom. Ez a rendszer, jó, oké, rendben, Gyuri, akkor ha te ezt így gondolod, nem lesz belőle probléma, hogy az orosz rendszert blokkolja a nyugat, mert a server park az Németországban van, az orosz tulajdonosok Németországban tartózkodnak, és Balin van a programozó gárda, aki 70 főből áll, és az oroszok, azok azért oroszok, mert a nemzetiségük orosz, de az útlevelükben nem orosz állampolgár. Jó? Kérdezhetek valamit, Peti? Kérdezzél. Meg fogod mutatni, hogy lehet kiutalni innen? A persze, pénzt? Megmutatom most. Jó? Uh-huh. Jó, köszönöm. Tehát rámész idő, hogy payout. Itt kiválasztod, amelyiket szeretnéd, ERC20 vagy TRC20. Én javaslom a TRC20-at. Ide beírod az összeget, ide pedig bemásolod a valetedet. És rányomsz, hogy payout, és kész. Várjál, nem osztottál meg, Peti. Ja, nem osztottam, bocsánat. Visszajövök. Tök jó elmagyaráztam. Tehát itt vagyunk, bejössz, hogy wallet, payout, ide beírod az összeget, itt kiválasztod a TRC20-at, vagy az ERC20-at, kinek mi a szimpatikusabb, és ide bemásolod a walletet, és rányomsz a payout gombra. Ha ezt megtetted, akkor a history-ban megjelenik az, hogy te kiutaltál erre a wallet címre ennyi összeget. Amikor feldolgozásra kerül, akkor ez innen eltűnik, és bekerül arra a napra, hogy akkor, mintha akkor utaltad volna ki, de az nem azt jelenti, hogy akkor utaltad volna ki, ezt a Laci is mondta, hanem azt jelenti,
hogy akkor dolgozzák fel, és onnan szó számítva egy-másfél-két órán belül a valeteden lesz, mert ugye egyszerre fogják kiutalni, vagy darabonként utalják, de pont nem lehet, hogy pont nem akkor utalják a tiédet, hanem lehet egy fél óra múlva, de már feldolgozás alatt van. Ez a videó is fent lesz majd a... Igen, fent. Az oldalon? Igen, igen, igen. Az elejéről sikeresen lemaradtam, éppen tárgyalásban voltam, aztán bepótolom. Nem vesztettél semmit, megfordul. A bányászen keresztül lehet utalni, ugye? Beutalni. Olyan, úgy utalsz, hogy akarsz. Aha. Uh-huh. Tehát van lehetőséged beutalásra, ugye TRC20, ERC20, és poligon hálózatos USDC-vel. Uh-huh. Itt van a pay-in. Uh-huh. Tehát ERC20-on is utalhatsz USDT-t, USDC-t uh-huh. is utalhatsz ERC20-on. Most már lehet USDC-vel ERC20-on dolgozni, meg a DAI-val is, mert most már elengedte a Coinbase, mert ugye az USDC-nek az árfolyama eltávolodott a dollártól, elvesztett a kompatibilitását, ugye a 87,5%-ra esett, és akkor a Coinbase felfüggesztette a kereskedést, de egy 4 nap alatt rendeződött a helyzet, vagy pedig Polygon hálózaton keresztül is tudsz, mert a Mastodon, vagy akár Polygon hálózaton keresztül, ugye elég kicsi a költsége. Sőt, uh-huh. elenyésző, fogalmazunk így. Uh-huh. Értem. Köszönöm. Szívesen. Vagy belső transferrel is meg tudjuk oldani. Gyuri, azért mondom egyébként azt, hogy még itt visszatérve a válaszolásra, azért mondom, hogy oroszok, mert ők orosz nemzetiségűek. Tehát... Oroszul beszélnek, beszélnek németül is, beszélnek angolul is. Tehát, hol probléma, hogy oroszul? Hát, mert az, ezt elmondtam a legelső videóban is, hogy van akinek, ezt Péter is megkért engem rá, a Fehér Péter, hogy ne nevesítsem őket, hogy oroszok, mert van akinek az identitását bántja az esetlegesen, hogyha orosz, mert mondjuk ő Ukrajnából származik, és most az oroszok azok Ukrajnával háborúba állnak, ha azt mondjuk, hogy ukrán, akkor lehet, hogy az orosznak bántja a fülét, ha meg azt mondjuk, hogy tök mindegy, hogy milyen, akkor meg nem bántja senkinek a fülét. Tehát vannak nagyon okos emberek, akik létrehozták ezt a rendszert, és dolgoznak benne, a nemzetiségük az tök lényegtelen. Majd ki fog kerülni az oldalra, hogy hogy hívják őket, az is ki fog kerülni, hogy, mi a nevük, de igazság szerint, hogyha belelépsz, mert ezt senki nem tudja elkerülni, amikor ide belemész a usersbe, és itt van az inviters, és amikor ki van ide írva, ez, akkor az a kurva egy igazság, hogy ezt máshogy nem nagyon lehet nevezni. Tehát, hát így van, nem lehet máshogy, még magyarul sem tudod leírni. De egyébként meg, hogyha valaki üzleti lehetőségeket keres, ugyanilyen van mondjuk a kínai rendszeren is, németeknél is már vannak hasonlóak. Hát, akit zavar az, hogy ez orosz, az akkor nyugodtan menjen akkor egy másik helyre. Igen, tehát... viszont egy dologban igaza van a Gyurinak, hogy ne politizáljunk, tehát ennek semmi köze ez a történethez. Persze, tehát... Ez egy üzleti lehetőség, itt nincs politika. Itt mindenki pénzt akar keresni, és nem politizálni. Persze, persze. Tehát ennek semmi köze szerintem itt a politikához. Most mindenki azért van itt, hogy hát pénzt keressen, és kész. Tehát, hogyha most azért húzom a számot, mert most az oroszokról ezt mondanak, akkor a másik oldalon meg húzhatom a számot, mert Amerikáról más mondanak. Andris, túlbeszéltük, jó? Jó, jó. Igen. Esetleg valakinek kérdés? Mónika, te nagyon komolyan adod elő, hogy te közben kocsit vezetsz. Igen, Szabó Mónikának jó utat kívánunk. De kocsit vezet, az benne van a Zumba, hát ilyet. De nézz előre. Bocsánat. Semmi gond, csak nem ennek is senkinek. Nos, ha valakinek van esetleg még kérdése, akkor most tegye föl. Balra Trafipax Móni, figyelj. És megnézte. Nem néztem meg, hanem parkolok, de én vagyok a Trafibox. Ja, jó, szuper. Valakinek kérdése esetleg? Nekem lenne egy kérdésem, így kíváncsiságból, hogy te már milyen szinten vagy?
Én Energy 4-be. Na, az már szuper, gratulálok. Az már egy egészen jó szint. Az már egészen jó szint. Igen, ott akkor már dobálja így a Matrixba a klónokat, mint az őrült szerintem, nem? Így van, így van. Nos, viszont, hogyha senkinek nincs több kérdése, akkor én szerintem asztalt bontok. Még egy utolsó, Peti még egy utolsó. Mondjad nyugodtan, Marcs, mondjad. Mindenkit érint, akit beregisztrálnak, és nem aktiválják, tehát nem fizetik be. Azt meddig tartják a rendszerbe, ezt mond már előtt. 72 óráig tartja a rendszer. Tehát ha valaki be van aktiválva, és nem fizeti be, a rendszer 72 óra múlva likvidálja az embert a rendszerből, mert úgy sincsen neki regisztrációs linkje, tehát nem tud referáltat hozni, onnantól kezdve nincs rá szükség, tehát fölöslegessé válik a rendszernek, és a rendszer automatikusan törli. Oké, csak hogy ne csodálkozzunk, hogyha nem tud belépni. Jó? Oké, köszi. Szívesen. Köszönöm szépen, Péter, én meg búcsúzok, jó, mert hozzám vendégek jönnek. Köszönöm, majd beszélünk. Jó éjszakát mindenkinek. Szép estét. Szép estét nektek is. Ali, sziasztok. Jó. Én is megyek, mert nekem még van egy német órám, amit csak így.